két szűk esztendő után sikerült ismét, 2013 és 2014 után megint a győri Audiató nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját. A Budusnost magabiztos elődöntős legyőzése után a fináléban a Vardar Skopjét múlták felül hosszabbításban, Nike Groth lett a Final Four legjobbja, a Diadalt Kovács László meggyőztes mesteredzővel értékeljük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Miért nem lett meg ez a BL trófea a rendes játékidőben? Nem akarok tehetetlen lenni, csak mi a szakmai magyarázatod? Hát én azt hiszem, hogy egy kicsit késő jöttek rá arra, hogy a beálló körüli játékot kellene egy picit jobban figyelemben, védekezésben, mert hisz 4 gólt, vagy nem is tudom hány gólt kaptak Zsinórba, jó pozícióba, és hát végre azért rájöttek, hogy a Althaust be kell takarni, és akkor ebből tudtuk végső soron ezt a mérkőzést magunk javára fordítani. Ambrus Martin vezetőedző azt mondta, hogy a csapata a második félidőben túl hamar le akarta zárni a meccset, így fogalmazott. Elrohanták ott egy kissé? Ez egy gyakori hiba a kézilabdában? Vagy mondjuk azt, hogy a női kézilabdában? Nem tudom, hogy kell-e. Én nem tudom, én éppen nem így láttam, hiszen ha visszaemlékszem rá, és hát nem hiszem, hogy túlságos rosszul emlékezni kell vissza, a Mörknek legalább volt 4 vagy 5 olyan akciója, amit tovább játszott, amit be kellett volna fejezni. Hál' Istennek a végjátékba be is vállalta, egy betörésben sorsdöntő gólt lőtt. Tehát én szerintem túljátszották néha a helyzeteket, tehát lényegesen többet kellett volna vállalni átlövésből. Miért bírta az Eto jobban lelkileg a ráadást, mint tavaly? Érettebb lett, mint közösség, vagy több lett az erős karakter a csapatban? Hát most ezek összeértek elég rendesen, ezek a védekezésben és támadásban is. Gondoljunk csak arra, hogy a Brock, a Tomori Zsuzsa, a Amorim, tehát ezek az igazán komoly védőjátékosokat elég rendesen megszűrték ezeket a támadásokat, amit tavaly talán nem volt ilyen biztos, nem volt ilyen jó. De most ez a védekezés az egyértelműen meghatározta a mérkőzésnek a kimenetelét. Ugye a hosszabbítás az, azzal egyetértesz, hogy ott el is dőlt, hogy az elején 3-at lő gyorsan a Győr, és utána gyakorlatilag hiába jött föl a Vardar, de ugye ez a lelkileg visszakapaszkodni folyamatosan hátrányból, akkor ez már túl sok volt. Az nagyon sok volt nekik, ráadásul olyan kulcsembereik hibáztak korábban, akik hát a mérkőzést hozták, a Radicevic 2 kapufát lőtt, aztán vagy egyet fölé kapufát lőtt, korábban a Herrem hívázott, úgyhogy nem tudták már az ő játékot, mindenáron erőltetni akarták, hogy a beállós hozzák helyzetbe. Tehát nem mertek vállalkozni átlövésre, aminek volt is oka, mert a Grimsby is nagyon jól védett, úgyhogy a Grimsby teljesítménye az nem csak a százalékos arányban, egyáltalán mérkőzés során ad egy olyan magabiztosságot, hogy az a csapatnak óriási lendületet tud adni. Ha már a ma reggelt egy legendás focista, a Francesco Tottival kezdtük, akkor nézzük a Győr Francesco Tottiát, vagyis Görbic Anitát. Azt mondta, hogy az nagyon fájt neki, hogy tavaly mellőzöttnek érezte magát a tavasszal és egyáltalán a Final Four-ba. Ehhez képest most egy más szerepkört kapott. Hogy látod, mit szólsz az ő szélen mutatott produkciójához? Na most pontosan erre akartam utalni, hogy a edzőnek ez egy nagyon jó húzása volt, hogy őt szélre kitette. Nincs igazán, a korsoson kívül nincs igazán jó szélsője most, akik valójában szélső játékosok a Győrnek, és hát az Anita pedig hát egy rendkívül jó képzett, akár szélsőként is. És ez azért volt jó húzás, mert a Groth, aki ennek a mérkőzésnek a meghatározója volt, a saját helyén tudott kezdeni. Rögtön az elején, nem is tudom, hirtelen 4 vagy 5 góllal elhúztunk. Úgyhogy az Anita lőtt a széléről Zsinórba talán 3 gólt, nem tudom meg pontosan, de meghatározó volt. Külön csárdába tette a dudásokat. Abszolút jó húzás volt, hogy bal szélen kezdett. Én azt hiszem, hogy ez a legjobb felállás. Most nem akarom az Anitától elvenni az irányító szerepköt, de ez a legjobb felállás. Időnként pihentetik a Grothot, középen rendben van, de ez egy nagyon erős felállás, hogyha ő szélén játszik, és a Groth játszik irányító pozíció. Nem beszélve arról, hogyha megnézzük a modern kézilabdát, óriási jelentősége van a szélső játéknak, illetve annak, hogyha azt kihasználatlanul és parlagon hagyja egy csapat. Igen, tehát nagyon sok olyan meccset látunk, ahol eldől a meccs. Pro vagy kontra.
Tehát szélre kijátszák a játékot, onnan meg lehet nyerni egy meccset, mert el lehet veszíteni egy meccset. A Várdár pontosan itt veszített, hogy a szélre kijátszották a helyzeteket, csak nem tudták befejezni. Kritikus pillanatokban Radiševič kétszer nagyot hibázott. Említettél több nevet, folytatom, tehát Grimsbø, Groth, Görbic, Tomori, Mörk. Kinek milyen kulcs szerepe volt ebben a BL győzelemben? Fölmerült benne, most Tomorit említetted utána, Tomori. Volt ilyen hír, hogy elmegy. Hát az utolsó pillanat volna, után akkor kötötték meg mégis újra azt a szerződést. Ha elment volna, a Győr soha, de soha nem nyer BL-t. Ennyire fontos az ő szerepe? Óriási jelentősége van. Megint csak a védekezés, a védekezésben lőtt kritikus pillanatokban nagyon szépen közbelőtt, nagyon jó gólokat. És az, hogy az ő védekezés, az ő kemény, nagyon kemény védekezése, az rendkívül hatással van a lövőjátékosokra. Hát korábban ez a Penezics és az előző mérkőzés, a Penezics és a Lekics, hát ott agyba félbe lőtték a gólokat. A Tomorinál ezt nem lehet megcsinálni. Jó, lehet itt szemérmeskedni, durvan, itt tudom én, de biztos, hogy ő elveszi a kedvét ott a lövőjátékosoknak az akcióktól. Hiszen a döntőben gyakorlatilag az idény legjobban védekező csapata és az idény legtöbb gólt szerző csapata, a Győr és a Skopje, ilyen minőségben találkoztak egymással. Akkor te azt mondod, hogy ha Ambros Martin, és szintén őt idézem, azt nyilatkozta, hogy lehet, hogy a tavalyi Győr az idény egészében jobb volt a mostani, de a mostani lelkileg erősebb volt. Ezzel szemben te azt dobonítanád ki, hogy ez a Győr jobban védekezik, mint tavaly? Sokkal jobban védekezik, mint tavaly. Kritikus pillanatokban is nagyon jó védekezett. Hiszen visszagondolunk, hogy az utolsó momentum, ahol még utolérhette volna Várdára a Győrt, egy betörés, ugye, a széléről történt egy betörés, és a Görbic volt az, hogy pontosan, aki ott elé állt, és egy támadó faultot kikényszerít a Lakambernél. Ha ott hetest adnak, lehetett volna azt is, nagyon villegett ott a mérleg, de ott nagyon jó időben elé álltak, megfogták, aki korábban meghatározó ember volt a Lakamben, nagyon jól játszott. És ez az egy momentumon is eldőlhetett a mérkőzés. Tehát a védekezésben lényegesen jobbat produkáltak, mint korábban. Nálad mindent egybevéve, ki volt a Final Four, illetve a döntő legjobb játékosa? Én Grothra szavaznék. Grothra szavaznék. Nem csak azért, mert újságban is olvastam, nem olvastam most reggel, de ez egy fantasztikus játékos, támadás a védekezésben egyaránt hihetetlen sokat tesz a győzelemért. És azok a váratlan gólja, amikor minden megáll, nincs aki gólt lőjön, akkor egy gyönyörű induló csellel két embert megver, bekúszik, és úgy néz ki, mintha ez egy ilyen úttörő csapat ellen csinálná ezt, és gyönyörű gólokat lő, tehát egy fantasztikus képesség. Hát ez az egyéni kreativitás, igaz? Fantasztikus ember, igen. Ami a, ha döccsen a csapat, akkor... Igen, ő áthúzta a csapatot azok a mélypontokon. És ki az, akit az ellenfelek állományából elfogadnál, szívesen látnál, jó helye lenne ebben a trónra most visszaül Győrben? Hát most nehéz, mert a Groth nagyon jó játékos, de tulajdon Lekics az is zseniális játékos. Tehát ő is volt Győrben, láttuk Győrben játszani, nagyon sokat tud a játékból. És hát nyilvánvalóan nem lehet két ilyen jó képes játékos nem lehet megtartani, de ő egy igen-igen jó játékos. A Penezics is sokat fejlődött az utolsó időszakhoz képest. Én korábban láttam őt játszani, nem is egy meccsen, nem volt ilyen eredményes. Most ezen a Final Four-on nagyon jól játszott. Igen, hát is a BL gól királya lett, úgyhogy... Nagyon jól játszott. Ambros Martin szerint a BL-t nem az a csapat nyeri, amelyik az egész év legjobbja, hanem hát az, amelyik egy hétvégén a legjobb. Idén egybe esett a kettő? Hát én, ha edző lenné, és ezt mondanám, nyilván ezután mondhatja azt, de nem akarok most itt pikét lenni, de hogyha nem így alakul a helyzet, akkor nyilvánvalóan ez a szlogen, ez nem igaz. De vegyük úgy, hogy minden egybevetve, szóval Bonani, Lali, jó szerencsékkel, semmi más, de az igazság az, hogy végére szerencsés körülmények összejátszása, és tényleg az igaz, hogy végig tudták magukat tartani. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges szempont, így jött ki a végére, nyugodtak maradtak, ahogy igaz volt, amit a Görbic is mondott, nem láttam olyan nagy pánikot rajtuk, és ez sokat jelentett. Mennyit és milyen szempontból kell
ezért megdicsérnünk Ambros Martint olyan szempontból, hogy ugye ez a csapat előtte, hogyha a Metz ellen néztük, vagy a Ferencváros ellen elvesztett kupadöntőt, meglehetősen mélyen volt. Igen. Hát biztos, hogy a játékosoknak ez egy óriási lökés, az egy ilyen hihetetlen hangulatba tudtak játszani, mert ebben a csarnokban volt, az valami egészen elkápráztató, fantasztikus. Az a győri közönségnek a biztatása. Tehát itt nem lehet rosszul játszani. Itt mindenkiből a maximumot kihozta ez a hangulat, ez 1000%. Milyen speciális a tudással bír Ambros Martin? Tehát mit tartasz te a fő edzői szakmai erényeinek, vagy jellemzőinek? Nem ismerem. Nem tudom. Kollégaként látva kívül. Nem tudom. Láttam tőle hibás döntéseket, láttam jó, de éppen mondom, hogy ennek a felismerés, hogyha a beálló játék körül nem szervezik meg jól a védekezést, nem tudják megnyerni a meccset, mert sorozatban lőtték a gólokat a beállapostól, észrevette, valószínű, ezzel ellen tett, körbefogták az althaus, illetve a befutó beállókat, megállították, megfogták, tehát ez egy nagyon jó lépés volt, és ez sokat nyomott alatba, hogy meg tudták nyerni ezt a VR-t. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.